edzéseim után, amikor iszogatom a turmixomat, vagy tartok hazafelé, akkor mindig elgondolkozok, hogy honnan jöttem, eddig mit értem el, és hogy hova tartok valójában. Ebből a szempontból pont egy hónappal ezelőtt, most 2014-ben volt egy meghatározó élményem, a Johnnyval, kint voltunk a Fibon, Kölnben. Ez egy hatalmas élmény volt egyik oldalról, találkoztam a legnagyobb sztárokkal ebben a sportban, és mentorommal vehettem ezen az egészen részt a Nutrend jó voltából, Pantos Johnnyval. Másrészt viszont egy hatalmas felismerés volt számomra önmagammal szemben, mert formán kívül érkeztem, hát ugye minden testépülőnek van pihenő időszaka. Nekem az Arnold Classic után 5-6 hónappal esett ez a fibó, és pont egy pihenő állapotban voltam, amikor visszaveszik az edzést, ugyebár az étkezést, a táplálékkiegészítőket. Na mindegy, formán kívül voltam, de én, mint maximalista sportoló, ezt nagyon rosszul viseltem. De ott elhatároztam, hogy hazajövök, és ahogy a terven is volt, 2015-re az Arnold Classicra beerősödök. 10 kilót kell előrelépnem, ezért is 2015 ősz a cél, és nem 2014. Tehát a 89 kg-os versenysúlyomat fel kell erősíteni 99-re, hogy a 100 kg-ba éppen majd beférjek. Tőlem nem megszokott nagyobb tömegelés várható, mert ugye engem mindenki 70-80 pár kiló sem ismert versenyzőként, de most egy új Simon Tamás érkezik a Nutrend team tagjaként, Lantos Zsani mentorátjaként és Simon István fiaként. Pont ebből kifolyólag Facebookon is nagyon közvetítem most a formámat, mert, mint mondtam, egy új Simon Tamás érkezik, kicsit rejtőzködök, kicsit felkészülök, és bízom benne, hogy ez minél hamarabbi időtávlatban egy újat mutathatok a követőimnek, és azoknak, akiknek példát tudok mutatni az elkövetkezőkben. De úgy tudom, hogy a Nutrend nagyon figyel, a csapat nagyon figyel, résen kell lennem, hogy a paparazzi felvételeket elkerüljem.